Szeretném, hogy egy kicsit tudnánk együtt gondolkozni azon, hogy mit jelent az egység. Mert Biblia szerint ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten szeretne egységet közénk. Az egység az megnyilvánul abba is, hogy békesség van közöttünk. A békesség, ugye bibliai szava, az Airéné, innen az Irén, az azt jelenti, hogy beszélő viszonyban lenni valakivel. Hogy beszélek a másikkal. Nem az, hogy nem is beszélek vele, nekem ő ne jöjjön, ő ne szövegeljen, ő ne szóljon hozzám. Ugye? Hanem az, hogy beszélek vele. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát ugye meg lehet beszélni dolgokat, el lehet mondani dolgokat, lehet építeni a kapcsolatot, tehát ezt is jelenti az egység. És a Biblia még hozzátesz egy ilyet a 133. Zsoltárban, Dávid azt mondja, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, mondhatom úgy, milyen erőteljes, ha a testvérek egyetértésben élnek. Ez jelenti a családon belüli testvéreket, hogyha a testvérek egyetértésben vannak, egységben vannak, gyakorlatilag bármi történjen avval a családdal, egymás segítik, bátorítják, kitartanak egymás mellett. És a legszörnyűbb dolog egy olyan családban lenni, amikor mindenki széthúz, és mindenki csak a saját dolgait nézi. Emlékszem, egyszer társasjátékoztam gyerekekkel, és annyira nem volt egység a négy testvér között, hogy inkább velem szövetkeztek, csak hogy egymást elintézzék, és kicsinálják a játékba. És mondtam nekik, leszittem őket a végén, mondtam, hogy fiatek, ti testvérek vagytok, nektek az lenne a feladatotok, hogy egymás mellett kitartsatok, és egymás segítsétek. Csak hát nem ezt látják. Na hát a Biblia azt mondja, hogy mi meg hit testvérek vagyunk ugye az Isten családjában, a gyülekezetben, és ugyanígy fontos, hogy ki tudjunk állni egymásért, és tudjuk egymást bátorítani. Tehát Dávid ezt mondja, hogy ez gyönyörűséges, ez szép, ez erőteljes, és aztán egy ilyet fűz hozzá, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Tehát Isten nem egy felelőtlen szülő. Érted, hogy megcsinál egy gyereket, azt kidobja az utcára, mert nekem nem kell. Vagy ó, lelécelek, ott hagyom a feleségemet, vagy a nőt, mert feleségül se vettem, ott hagyom a gyerekkel. Vagy anyaként ott hagyom a gyereket, aztán oldják meg, hogy akarjátok. Tehát ez nem szülő. Lehet, hogy megszülte, de az, hogy nem nevel a gyerekét, hogy nem szereti, hogy nem tartozik hozzá, az tuti. Tehát Isten nem ilyen. Isten felelősségteljes. Ezt mondja a Biblia, hogy odaküld életet és áldást, ahol egység van. Isten látja azt, és Istennek a vágya az volt, hogy például a gyerekek úgy szülessenek meg, hogy az anyukájuk meg apukájuk szeretik egymást, elköteleződtek egymás mellett, ugye fogadalommal, mindennel házasságra léptek, és egy ilyen szent és védett közösségben, ahol a szeretet és a felelősségvállalás jelen van, ahol tisztelik és szeretik Istent és az ő törvényeit és egymást, na ilyen helyre szeretne Isten, ilyen helyre szerette volna Isten küldeni a gyerekeket, hogy ilyen helyen szülessenek meg a gyerekek. Na egészen más dolog így felnőni, mint olyan családba, ahol ez nincs jelen, és nincs meg. És Istennek ez volt az eredeti terve, látjuk, amikor Ádámot, Évát megalkotta, hogy kezdetben őt így tervezte, hogy férfivá és nővé teremti őket, és egy nagyon-nagyon fontos módon megáldja, megszenteli az ő kapcsolatukat. Ugye, egyből egy ilyen erőteljes dolgot mond, hogy ezért majd elhagyja, és majd ragaszkodik, és valami nagyon erőteljes jön létre, egy nagyfokú egység. Hogy maradhat meg ez? Úgyhogy, ha mindig odafigyelnek arra, hogy ők egyek legyenek, és lesznek ketten egy testé. Hát, itt nem csak a szexet jelenti, hogy jaj, de jó, akkor szex céljából összejövünk, és együtt vagyunk egy kicsit, és hát, jobb értelme, még kölcsönös örömszerzés céljából együtt vagyunk, hanem ez azt jelenti, ez egy szép szó, szünekdoké, ugye a Biblia szerint, hermeneutika szabályai szerint, az azt jelenti, hogy lehet, hogy egy részt emelek ki, de valójában az egészre gondolok. Értitek, amikor azt mondom, hogy virág, hogy van otthon a szobánkban egy nagyon szép virág. Gyönyörű, szép szirmai vannak, stb. Ilyen magas. Tehát a virág alatt a legtöbb ember ugye az egész növényt érti. Egy biológus a virág alatt csak a kis színes részt érti, ami ugye porzó, meg bibel, meg ilyenek vannak. Tehát ez nagyon fontos, de hát mi a részt kiemeljük, és a részt azonosítjuk az egésszel, és azt mondjuk, hogy van egy virág otthon, ami szép zöld és ilyen magas. Tehát a növényhoz. Csak mondom. Ugye? Itt is lesznek ketten egy testé. Ez azt jelenti, hogy olyan fokig megnyilvánul a kettejük egysége, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is egyek. És nincs takargatni való.
és mindent megosztanak egymással. Egy ilyen mély közösségről beszél a Szentírás. Ez nagyon fontos. Isten ennek ez volt az eredeti terve. És Istennek az a terve, hogy ide áldást küld. Szaporjatok, sokasodjatok, uralkodjatok, műveljétek, őrizzétek, voilà, itt vagyok veletek. Megsegítelek, megáldalak benneteket. Ez egy olyan áldás, amiben ott van minden ahhoz, hogy ez valósággá váljon. Értitek ezt? Hogy mit jelent? Tehát, hogy nem csak azt mondja Isten nagy szavakkal, hogy menj és csináld, fiam, jó van, majd menni fog valahogy, mert nem Isten ott van a háttérbe, néha ott van az előtérbe, és munkálkodik folyamatosan és folyamatosan, és segíti, hogy amit ő nekünk megígért, az be is teljesedjen, hogy készek és képesek legyünk ezeket megtenni. Készség is legyen bennünk, vágya arra, hogy szeretnénk ezt belülről fakadó módon tenni, és képesség, hogy valóban gyakorlati módon ezt ki is tudjuk vitelezni. Tehát Isten így gondolkozik, és oda szeretne életet küldeni. Ez mindenféleképpen fontos. Tehát amikor az egységről beszélek, akkor ez az egység, ez fontos neked, hogyha párkapcsolatban élsz, hogy odafigyelj erre. Az egység fontos, hogyha van családod, hogy ne veszítsd el őket. Az egység mindenféleképpen fontos még egy baráti kapcsolatban is. És a gyülekezetben is kimondottan elengedhetetlen az egység ahhoz, hogy Isten áldását tudja adni. De az egység az nem földi szinten megnyilvánuló dolog mennyi erővel, gyűjtsünk bélyegeket, vagy tartsunk mindenki, mit tudom én mondjuk, egy magyaragát, és akkor mi leszünk a magyaragárklub, és akkor egy kifejezett cél, ami állandóan összejárunk, és nagyon nagy spanok vagyunk, mert mindannyiunknak magyaragárja van, és akkor versenyeztetjük, hogy ki nyer, és azért vagyunk jó barátok, mert egyszer az egyik, másszor a másik nyer, és akkor mindenki nagyon boldog, és veregetjük egymás vállát, hogy a jó vagy öregem. Érted? Tehát mi nem klub vagyunk, hanem gyülekezet. Azaz egy olyan egység, ahol Isten természetfeletti jelenléte természetes módon ott van. Azért mondom, hogy természetes módon, mert nekünk ez a természetes, ez a normális, hogy Isten ott van. Például amikor azt mondom, hogy vezetett Isten, nekem az egy mindennapi dolog, hogy Isten szól hozzám és vezetett. De valaki csak így néz, hogy szól hozzád Isten? Hogyan? Vezetett Isten? Hogyan? Hát Isten tud vele nyúlni az életünkbe. Csodákat tesz, átformál, változtat, elsősorban engem, néha körülményeket, még ritkábban esetleg másokat, pedig mi mindig a másokért imádkozunk, hogy ha ő megváltozna, akkor minden jó lenne. Vagy ha esetleg a körülmények változnának, akkor nekem is jobb lenne, és nyugodtabb fazon tudnék lenni. Én is megfogalmazom sokszor, hogy a szomszédságból fakadólag, hogy de tudnék türelmes és higgadt ember lenni, ha nem ők lennének a szomszédaim. De Isten lehet, hogy ezt akarja, hogy türelmes és higgadt fazon legyek, és majd utána megváltoznak a szomszédaim is, de egyre még nem. Úgyhogy van időm. Nézzünk meg két hosszabb részt a Bibliából az egységgel kapcsolatban. János evangélium a 17. fejezetét olvassuk el együtt. János 17, ez Jézus Krisztusnak egy nagyon mély imádság és nagyon mély könyörgése. Azon az estén, amikor már Júdás elárulta őt, Jézus ezt jól tudja, hogy mit tett Júdás, a többiek még nem. A másik 11 apostol, akik még ott vannak Jézus mellett, ők nem tudják, mi történt. Annyi, hogy volt egy húsvéti vacsoránk, egy páska vacsoránk, együtt voltunk, ahogy kellett, és utána énekelve, a Hallel Zsoltárokat énekelve, mi szépen Jeruzsálemből kivonultunk az Olajfák hegyére, a Getsemáné kertjébe. Ők csak ezt látnak az egészből. Jézus már tudja, hogy ez az a pillanat, amikor hamarosan ugye el fogják őt árulni, tehát úgy értve, hogy fizikailag megvalósul, mindenki meg fogja látni, hogy jönnek a pribékekkel, jönnek a verőemberekkel, a smasszerokkal, és aztán majd szépen megfogják, és elvezetik őt is. És elkezdik a tortúra, a megaláztatás, a lelki szenvedés, a fizikai kínok, a korbácsolás, a keresztre feszítés. És ugye a legvégén az, hogy Istennel való kapcsolata megszakad. Tehát gondoljatok bele, ez az Isten, aki mindent megtett azért, hogy az egység megvalósuljon, hogy az ő jelenléte ott lehessen közöttünk, hogy élettel tudjon betölteni minket, aki így alkotta ugye az emberiséget, aki ilyen gondosan 3,5 éven keresztül odafigyelt ezekre a tanítványokra, és még másokra is, meg a saját családjára.
Értitek, mert apukája meghalt, ugye nevelőapja, ugye József meghalt, és Jézus, mint legidősebb fiú, ő kellett eltartsa a családját. És gondoljatok bele, még az utolsó pillanatokban majd a kereszten, ezt olvashatjátok, hogy oda hívja János, aki ott van az apostolok közül belátható távolságban, és mondja neki, hogy figyelj csak, akkor kérlek, viselj róla a gondot úgy, édesanyámról, mint hogyha te anyád lenne, és Mária, te pedig nézél úgy Jánosra, mint a fiadra. Anya íme a fiad, fiú íme az anyád. Ez ezt jelentette. Értitek, hogy Jézus mi akkor is gondoskodik? Jézus még az utolsó pillanatban, amikor látja azt, hogy már egy a 12-ből, az alapító csapatból, értitek, az hátat fordít neki, sőt, hátba szúrja, mégis azt mondja, hogy másik 11-ért imádkozom. Sajnos attól fél, hogy is tudja, és ezt látja előre, hogy szét fognak széledni. Mindenfele szétfognak. Tehát nem lesz közöttük egység, egyetértés. Mindenki mindenfele elmegy. És erőtlenek lesznek, és bőn a félelem, bejön a rettegés, bőn a bizonytalanság, az aggódás az életükbe, és mondja, Jézus, ez nem jó. És ezért Jézus tudja az ellenszert, mit kell tenni. Egyrészt beszél a tanítványokkal, de a másik, ami nagyon fontos, hogy imádkozik. És Istenhez fordul. Ezzel példát mutat nekünk is, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, akkor ezért imádkozni is kell. Kérni kell Isten természetfeletti jelenlétét. Isten békességét, amely minden értelmet meghalad. Hogy őrizze meg a szívünket, a döntéseinket, és az elménket, a gondolatainkat. Jézus Krisztusban, hogy ki volt ő, mit tett értünk, hogy ne essünk pánikba, hogy ne sodródjunk mindenfele, hanem jó döntéseket hozzunk, meg tudjunk állni. Ez a Jézus itt van előttünk, és ő képzeljétek el, hogy ő imádkozik egy ilyen nehéz helyzetben. Tanítványok még nem értik pontosan. Érzik, hogy valami nagy baj van, de egy közülük nincs ott. Jézus sokszor beszél a haláláról, és mondja, hogy most itt az idő, és lehet, hogy kérdezik, ugye tanakodnak egymás között, már Jézus beszélt árulásról, ugye a vacsora közben, már Jézus megint a haláláról beszél, de még nem teszik össze, hogy akkor mikor, hogy. És Jézus ekkor ezt az imádságot mondja el, amit olvasunk János Evangélium a 17. fejezetében. Ezt mondta, hogy a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot, ezt mondja a tanítványoknak. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te is dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, ugye a szívükben mondhatnánk, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Azaz, hogy Jézus valóban Isten fia. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesüljék az írás, ugye a proféciák. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én öröm teljessé legyen bennük. És nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Szentelt meg őket az igazsággal, a te igéd az igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. És itt Jézus befejezte az imádságot, és tovább ment. Azért ez szerintem átjön ebből a kicsi részből, hogy mennyire komolyan imádkozik Jézus az egységért. Hogy egyek legyenek. Atyám, olyan egység legyen közöttük, mint hogy mi egyek vagyunk. Hogy ami a tied, az az enyém, ami az enyém, az a tied. Hogy bármit teszek, az a te dicsőségedre teszem. És te meg mindig megdicsőíted a fiút. Mert amikor Jézus bemerítkezett, meg nyílt a menny, soha nem volt még ilyen, nem látták az ember, sőt már születésekor, angyali seregek sokasága, meg égi jelenségek, nem hullócsillagok, mint ami most van, ugye a perszeidák, meg más egyéb, nem. Különleges természeti események történnek. Fantasztikus dolgok. Aztán Jézus bemerítkezik, megint ott van Isten dicsőséges jelenléte, megnyílik a menny, hang hallatszik, még a Szent Szellem is még formát ölt, egy ilyen galambszerű formában reászál és megnyugszik rajta. Aztán, amikor ugye nehézségek közepette vannak, Jézus fölviszi magával Pétert, Jakabot és Jánost magas hegyre, és ott elváltozik, ragyog, tündököl, hófehér, ragyogó, ugye ez a szentségét, a tisztaságát, az igazság szeretetét mutatja, és akkor látják azt, hogy... Milyen is lehetett ő, mielőtt megüresítette önmagát, és emberré lett értünk? Az egyörök Isten. Milyen is? És akkor bezavarja őket, mert hirtelen megjelenik Mózes, meg megjelenik Illés prófétának a képe. És akkor azt mondja Péter néha nem tudja, miket beszél, de egyébként nagyon ügyesen legalább mindig beszél, és azt mondja, építünk itt három sátrat. Három szentét fölhúzunk. Szent Mózes, Szent Jézus, Szent Illés. Ó, de jó lesz. Három hajós nagy bazilika. Ó, azt a begyárját, de jó lesz. És Isten hirtelen azon a beleszól, eltűnik Mózes, eltűnik Illés, hatalmas nagy felhő veszi őket körül, megmutatja Isten, hogy barátom, te el vagy tévedve a felhőben, mint szürke szamára ködbe. Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és csak Jézus maradott. Hogy Jézus nem lehet egy szintre hozni egyházi hagyományokkal, meg más szent emberek alakjával. Jézus, ő egyedül Isten fia, az egyedüli út és igazság és élet. Ő nem kirekesztő, amikor ezt mondja, ő csak az igazat mondja, amikor ezt mondja, hogy nem lehet máshogy Istenhez jönni, nem lehet ezt az egységet megélni, nem lehet élet benned addig, ameddig Istent nem ismered úgy, ahogy kell, hogy Jézus ismerte őt színről színre és személyesen. És ezt a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, aki szent és igaz és dicsőséges, és minden rosszat és minden bűnt megbüntet, ezt az Istent, ezt nem lehet úgy megismerni, hogy egy bűnös, egy eltévedt ember ne halna meg Isten dicsőségébe. Ezért volt szükséges, hogy eljöjjön Jézus Krisztus, hogy megüresítse önmagát. Értedek, ott hagyja a dicsőségét, a fenségét, a méltóságát, a hatalmát, ami ott volt benne, és emberré lett.
És ugyanazokon a gyötrelmes dolgokon ment át, mint mi, kivéve a bűnt. Bűn nem követett el. De kísértések érték, nehézségek érték, fájdalmak érték. Sőt, azt mondja, mindent átvett és átokká lett értünk ez a Jézus. Gondoljatok bele, mit jelent az, hogy átokká lett? Hogy gondolj bele, amikor azt mondjuk valakire, hogy házasságtörő, hogy tönkretette a házasságát és a családját, Jézus Krisztus átvállalta helyette, és Jézus úgy volt a kereszten, mintha ők vette volna a házasságtörés bűnét. Ha valaki gyilkolt, szánt szándékkal megölt embert, vagy kínzott állatokat, és más érvet csinált, érted? Jézus ment oda a helyére, és olyanná lett, mint egy gyilkos, mint egy kegyetlen ember. Miért? Átokká lett értünk, hogy nekünk ne kelljen hordozni ezeket a dolgokat, hogy minket felszabadíthasson, hogy megláthassuk ott Istennek a fenséges hatalmát, az ő örök kegyelmét és irgalmát, értitek? Hogy lássuk meg azt, hogy Isten szeret bennünket, de gyűlöli a bűnt, és képes bennünket, és kész bennünket elválasztani a bűnös embert a bűnétől, és kiszeretgetni az embert a bűnből, és ne leszámolni a bűnnel egyszer és mindenkorra. Azzal a bűnnel, ami egyébként tönkreteszi az életünket, és tönkreteszi a kapcsolatainkat, és megrontja az egységet, és megrontja a szeretett kapcsolatot, és megrontja a beszélő viszonyt, és megrontja a békességet. Ez volt Jézus terve, hogy Atyám, a te nevedet, hogy te ki vagy, hogy vagyok, aki vagyok, Uram, ezt hagyd mutassam be nekik, hogy ki vagy te, aki mindig is voltál, aki vagy, és mindig is leszel, az örökké való, a mindenható, a szent és egy igaz Isten, hogy hagyd lássák meg, hogy ki vagy te, Uram, ezt a nevet ismertettem meg velük, hogy ez a név valóságos, hogy vagyok, itt vagyok, veled vagyok, a bajban itt vagyok. Jézus sokszor mondta, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő. Jézus nem véletlenül kezdte így ezeket a mondatokat. Mert aki hallgatta, az előbb-utóbb a szívében megérthette, hogy ő tényleg Isten és Istentől jött. Senki más nem teheti ezt, csak ő egyedül. Senki más nem fogja elvinni a balhét helyettem. Senki más nem fogja átvenni a büntetést. Senki más nem képes erre engem tisztára mosni. Az Ószövetségben levágták azt az állatot. És nem csak úgy, mint mi a disznóvágáskor, hogy na jó, bepálinkázzuk, fogd meg a fülét, fogd meg a farkát. Nem. Ott egy évig nevelgették azt a kis bárányt. Maguk mellett. Az ő maradékukból kapott. Minden nap ki kellett menni hozzá többször. Egymáshoz nőttek. Nem tudom, hogy ha valaki volt így, hogy mondjuk tartott haszonállatot levágásra, de volt közüle olyan, ami nagyon kedves volt nekünk, és amikor régen sertés hizlalással foglalkoztak még a szüleim, akkor volt olyan, ami egy kicsit olyan kis pici, olyan kis nyeszlet volt, megsajnálta az ember, akkor odajött, még a disznó is odajön, tartja a hátát, hogy vakargass meg, dörgülőzik, akkor rád néz, nézett, hogy milyen érdekes, annak kék szeme van, ennek barna szeme van, milyen érdekes, hogy ott se egy az egész. Érted? És akkor megsajnálod, hogy hozzád nő. Hát azt nem szívesen vágnád le, azt nem szívesen adnád oda. De amikor jöttek feltenni a kocsira, ott kíméletlenek. Tehát ott nem azt nézik, hogy szegény állat, meg így, meg úgy legyen. Úgy is le fogják vágni. Itt eltört a lába, eltört, akkor mi van, akkor kész. Érted? És gondolj bele, hogy át kellett élni, hogy ez megtörténik. És érte történik meg, miatta történik meg. Helyette történik meg, hogy neki ne kelljen meghalni a bűnök miatt. És újra be kellett ezeket az áldozatokat mutatni, mert egyszerűen az ember belülről nem változott meg. Ugyanúgy olyan bálványjár volt a szíve, és ugyanúgy jöttek a bűnök és minden egyéb. Pedig fogadkozott, és megfogadta Istennek, soha többet nem fogom, és jótra térek, és megfogadom, Uram, és én szeretni fogom mind halálig, és kitartok, és így, és melletted is, és másik mellett is. Csak pár év múlva máshogy alakultak a körülmények. És akkor megint elbukott, vagy pár év, pár hónap, pár hónap, pár hét, pár nap. És a nagy fogadkozás hova tűnik? Uram, én meg nem tagadlak téged. Bizony, Péter, meg fogsz tagadni. Miért kétszer megszól a kakas, te már háromszor megtagad téged? Én ugyan soha! Meg kell halni, meghalok veled! Nem is telik el sok idő. És szitkozódva, káromolva, Isten káromolva, Isten gyalázva, Jézus gyalázva, szitkozódik, fogadkozik Péter, hogy ő bizony nem ismeri Jézust. És Péter még szerintem egy jó fickó. És egy erőteljes ember is. És mély és komoly döntéseket hozott. Nem úgy, mint mai világban.
akkor nem tudunk normális döntéseket hozni, meg vekengünk hónapokig, évekig egy normális döntésen. Nem merünk lezárni dolgot, nem merünk új dolgokat kezdeni. Gyerjetek! Ez Jézus ezt látta, és imádkozik. Uram, add meg nekik, hogy egyek legyenek. De ne csak úgy egymással, mert ebből lett Bábel. Ugye, hogy az emberek összefogtak, nagyon jó egység van. Isten, kihagyjuk az egységből, nem kell Isten. Özönvízzel árasztottál a földet, Isten. Mi majd megváltjuk önmagunkat. Akkor a tornyot építünk, fölérjen a csúcsa az égig. Ha jön egy árvíz, túléljük. Ez volt a cél, az önmegváltás. Majd én rendbe hozom az életemet. Nekem nem kell ilyen áldozat. Én nem akarok lekötelezettje lenni Istennek. Jaj, hát miattam nem kellett meghajó Jézus. Én csak egy átlagos fickó vagyok. Én csak átlagos bűnöket követek el. Semmi komolyabbat. Ó, jaj, nem. És milyen szép egységben vagyunk, nem? Hát ezt Isten is láthatná. Szerezzünk dicsőséget és nagy hírnevet magunknak. Legyünk együtt. Ilyen jó cél érdekében. Nem? Alapítsunk egy Bábel Rotary klubot. Wow! Jótékonykodunk, behetetjük az embereket, hogy milyen jók vagyunk. Közben meg megy a nyílt sátán imádat közöttünk, csak takargatjuk kívülről. Elhesegetjük a jótékonyság látszatával. Ugye? Vagy, az első Lions klubot megalakítjuk Babilóniába, Bábelnél. Voilà. És szépen a kis szabad kőműveskék elkezdték építeni a tornyot, és azt gondolták, hogy majd ők megoldják. Isten megbünteti a bűnt? Semmi baj. Mi majd megoldjuk magunk. Minket nem fog. Mi kivonjuk magunkat Isten alól. Mi olyan tornyot építünk? Hú-hú! Majd mi Istenet veszünk. Hát, hogy lehet Isteni lenni? Hát majd mi is szerzünk magunknak olyan hírnevet. Nem. Miért van az, hogy az emberek szívesebben foglalkoznak azzal, ami nem lenne feladatuk és nem életbevágó, mint az, ami az ő feladatuk lenne, és az életük múlik rajta? Miért van az, hogy tele vagyunk sürgős és fontos dolgokkal, és mindig a sürgős dolgokkal foglalnak le minket, és a fontos dolgokra néha alig marad időnk és energiánk? Nem vettétek észre ezeket? De minden sürgős, most azonnal gyorsan, most akció, most lehet dönteni, most kell ide menni, last minute, gyorsan, ezt is, azt is, egyszerre három helyen kéne legyél, két dolgot kéne csináljál. Tényleg. És le vagy fáradva, amikor a fontos dolgokat meg kéne hozni. És pont a fontos dolgra nem marad időd. És végsírsz egy filmet, téve, hogy milyen szép, hogy szeretik egymást a családba. Mikor a családod meg, lehet, hogy a másik szobában ott fekszik, és ott alszik, és bent lehetél volna velük, hanem az ökörfilmet nézed meg. De tényleg, nem ez van az emberekben? Lefoglal bennünket a sátán. Ilyen marhaságokkal. Tudjátok, hogy a sátánnak van egy ilyen neve, a görög így nevezi, hogy diabolos. Tehát a diabolos az pont ezt jelenti. Diaboli azt jelenti, hogy szétdobáló. Diaballo, egészen pontos. Tehát szétdobál. Megosztás szint. Nem akarja ezt az egységet, hogy ott legyen. Miért? Mert nézzétek, ha két ember tényleg elköteleződik egymás mellé, barátok, vagy társak, egy életre, érted? Olyan erő van ebben, főleg, hogy ott van velük Isten. Ha Istennel vannak ilyen egységben, sátán jól látja, ez nem jó. Gyengíteni kéne őket. Hogy lehet gyengíteni az embereket? Azt mondja egyik helyen a Szentírás, hogy Péter első levele 5. fejezet 8-as versében, hogy az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Afrikai szavanna, mennek az oroszlánok vagy a hiéna kutyák vadászni. Ott van egy hatalmas nagy gnúcsorda, vagy kaferbivajok, mit csinálnak? Hát, látják, hogy van újszülött, van, ami vemhes, van, ami beteg, vagy idősödő, gyengébbek. Vagy egyszerűen csak megnézzük, hogy kit tudnánk leválasztani a csordáról. Ki van egy picit lemaradva? Vagy ki sietett túlontúl a dolgok elé, és ki van nagyon elől? És elválasztják a többi közül, és szépen lenyelik. Ugyanezt csinálja sátán. Megpróbál elidegeníteni és leválasztani azoktól az emberektől, akik tudnának segíteni. De nem csak az emberektől, hanem elsősorban Istentől.
Leválaszt Istentől, pont attól az erőt adó kapcsolattól, aki mindenbe tudna segíteni, bölcsességet adni, erőt adni, és teljes rálátást az egészhez. És szétdobál, megosztás szít. Elkezd elültetni benned gondolatokat. Nézd, hogy nézett rád, látod? Hallottad, mit mondott? Ezt neked mondta, rád értette, csak nem meri megmondani nyíltan a szemedbe. És jönnek a félreértések abból, ami meg se történt egyébként. Ezért nagyon fontos az, hogy őrizzük az egységet, és vigyázzunk rá. Nem vedd le az Úr Jézus, ezért imádkozott. Uram, őrizd meg őket. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, őrizd meg őket a gonosztól, a sátánnak a mesterkedéseitől. Efézus 6-ba, amikor mondja a Biblia, hogy vegyétek fel Isten összfegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán mesterkedéseivel szemben, akkor pont ugyanerről szól. A szétdobáló, ördögi, agyafult, a ravasz dolgaitól. Ez a mesterkedés, ez azt jelenti, hogy ott jön egy darabig velünk, hogy velünk utazik, hogy kémlel bennünket, megpróbál egy kicsit leválasztani a többiektől. Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Tényleg ilyen ez a keresztény? Tényleg ilyen Isten? Hol volt Isten akkor? Miért engedte meg Isten? Ugye látod, hogy Isten nem olyan jó? Ha létezne Isten, akkor tudna teremteni egy olyan követ, akit semmi nem tud, amit senki nem tud megmozdítani. A mindenható. De hát, hogyha senki nem tudja, és ő se, akkor ő sem mindenható. Ugye? Ugye? Milyen logikus? Ha Isten jó, akkor honnan van a gonoszság? Hogy lehet? Akkor Isten csak gonosz is. És akkor elülteti szépen ezeket a dolgokat a szívünkbe, és nem figyelünk Istenre, hanem tényleg, tényleg. Hogy is van ez? Elkezdi a megosztást. Ne járj oda. Látod a testvéred? Ez nem is testvér az ilyen. Az ilyen nem szabad tartani a kapcsolatot. Kellenek ezek a szülők? Nem kell, csak gátak neked. És elkezdi bemesélni az embernek, hogy azok az emberek, akikre legfőképpen számíthatna, hogy azoktól legyen távol. Érted? Hát gondolj bele. Senki nem úgy kezdi a megcsalást, hogy pucéran ott ébred egy másik nő vagy egy férfi ágyában. A Biblia leírja, az úgy történik, hogy mindenki a saját vágyától és kívánságától csalogatva esik kísértésbe. Állandósul ez a vágy, ez a gondolat a fejébe. A kísértés megfogan, tehát egyszerűen, mint a kisbabák, hogy beágyazódnak, ez most rossz kép, de mégis így történik, és elkezd nevekedni. Egyre több időt, egyre több energiát, egyre több gondolatot veszel az emberből, és aztán egyszer csak napvilágra jön és megszületik. És a végeredmény pedig a bűnnek a következménye halál. És megtörik a kapcsolat, és meghal az a kapcsolat, meghal a bizalom, és tönkre megy minden. A sátán rávet, hogy megcsaljam a párom. Na, utálom a sátánt, értsétek félre, nem fogom menteni, nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de azért nem kell mindent rákenni. Ó, mert a sátán ezt mondta. A sátán rá akar venni. De van szabad akaratod, és azt mondja a Biblia, hogy a bűn az ajtód előtt áll, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta, ne nyissad meg az ajtót. Vannak olyan dolgok, amiket nem szabad soha megnyitni. Egyszer áttörik ott a gát, és többet nem lesz megállj. Nagyon nehezen lehet visszajönni ezekbe a dolgokból. Nem szabad ezeket megengedni. És nem hiszik el az emberek addig, ameddig nagy bajba nem kerülnek. Amikor belemennek ezotérikus dolgokba, szellemidézésekbe, mindenféle spirituális dolgokba, ami nem Istentől van, megnyitnak olyan szellemi kapukat és csatornákat, amiket nem fognak tudni irányítani. És rájuk fog szakadni mindez az erő, és tönkre fogja tenni az életüket. Transzcendentális meditáció. Az egyenlő az öngyilkossággal, ha valaki ilyet csinál. Szellemileg Istenről kapcsolat megszűnik, és olyan démoni lényeket enged be magába az ember, hogy észre se fogja venni, és elviszik. Agykontroll. Ugyanez. Az agykontrollnak ugye ez a lényege, hogy fogad be a te szellemi vezetődet. Hát kit, hogyha nem az Úr Jézust, akkor milyen szellemi vezetékről beszélünk? Ugye rejki, gyógyítók, még a Jézus nevét is használják. Hát angyalok, azaz démonok jönnek az életükbe, és ennek nyitják meg magukat, és kérik is, hogy vezessék őket, és jöjjenek be. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy Úr Jézus, kérlek, jöjj a szívembe, vezesd, legyen tiéd. Ők ezt mondják démoni lényeknek. Persze lehet, hogy nem tudatosan bennek bele ilyen sötét, fekete, mágiás dolgokba, de mégis ebbe kerülnek bele. Értitek?
Öngyilkosság az is, hogyha valaki nem figyel oda, és elveszíti a szüzességét. De az egy érték, azt nem lehet kétszer elveszíteni. Azt nem lehet már egy másik embernek odaadni. Ez nem játék. Az egészségünket. Ez se játék. Nem lehet két végén égetni a gyertyát. És ha okos vagy, akkor megtanulod a másik kárán. Isten azt mondja, hogy állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. És pihenj meg egy kicsit a lábonnál. Mert Mária a jobb részt választotta, kedves Mártikám. Ugye Mária és Márta története, hogy Márta nagyon mindent akar csinálni. Mária meg azt mondja, itt az Úr Jézus. Annyi mindent kéne csináljak. De nekem most arra van szükségem, hogy vele legyek. Hogy az ő jelenléte, az betöltsön, feltöltsön engem. Az egység, törekszem erre. És nézzétek csak, Mártában meg mi jön föl? Szereti a testvérét, igaz? Igen. Szereti az Úr Jézust? Igen. Mégis kire haragszik meg? Az Úr Jézusra is, meg a testvérére is megharagszik. Azt mondja, hogy miért nem szóltál rá? Mert ő nem jött nekem segíteni. Látjátok, ilyen a sátán. Túlpörget, te vagy a segítő, és végén te lesz az áldozat. És akkor persze hibáztatjuk majd Istent is, hogy de hát akkor miért engedte meg. Ezért imádkozik Jézus. Atyám, add meg nekik, hogy egyek legyenek. Ahogy én veled, úgy ők velünk, és egymással is. Ne verhessen közéjéket a sátán. Egyszer lehet igazán komolyan elveszíteni egy bizalmat egy kapcsolatban, legyen ez párkapcsolat vagy baráti kapcsolat. Onnantól kezdve az a kapcsolat soha nem lesz ugyanaz, mint előtte volt. És mindig sebezhetőbb lesz. Van megbocsátás és van helyreállás. De meg nem történté, soha nem lehet azt tenni. Megöltél egy embert? Megöltél egy kis babát? Más támogattál ebben? Vagy támogattál ebbe? Ajánlottad másnak, hogy tegye meg ezt? Van bűnbocsánat, és van kegyelem, de attól ezt az életet soha nem fogod visszahozni ide a földre az élők sorába. Viszont a jó hír az, hogy Jézus Krisztus átokká lett értünk, hogy nekünk ne kelljen ezt a bűnt cipelni, hordozni, és a büntetésnek valami félelmetes várása, ne ez legyen az életünkbe. Miért jött? Azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Ezt a szétdobáló, ezt a megosztó, ezt a széthúzó, ezt az Istentől elválasztó munkáját, ezt leleplezze és lerontsa. Aztán még ezt is olvasok a sátáról, hogy rágalmazó, vádló, dobál mindenféle rágalmazó, vádló dolgokkal. Olyan, mintha valaki a Facebookon folyamatosan, nyilvánosan szidna téged. Ugye mondják ezt is, hogy sárdobálás, mondják így a magyarba. Tehát dobál, érted, mindennel, be akar feketíteni, be akar mocskolni. Ha meg ráadásul meg tényleg talál egy pontot, ahol sebezhető vagy, akkor meg szétszed, vádol, lelkiismeret furdalást gyárt ebből az egészből. Érted? Elkönyvel annak, hogy azonosít a bűnnel. Te ilyen vagy, te már ebből nem fogsz tudni kijönni soha. És igaza lenne, ha nem jött volna Jézus, aki azért jött, hogy az ördög minden munkát lerontsa. Mert akit a fiú megszabadít, az teljes, valójában szabad. Mondja János az ő levelében, az első levelében, a harmadik fejezet, 8. versében. Ugye? Ugye? Aztán másik helyen azt is mondja a Szentírás, hogy Jézus azért jött, hogy azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, lefegyverezze, megszégyítse és ítéletet tartson fölötte, hogy többet a halál, a szellemi halál, az Istentől való elidegenedés senkit ne tarthasson fogva. Hanem az embereknek lehessen életük, sőt örök életük legyen Isten mellett, valódi tartalmas életük. Ezért jött Jézus Krisztus. Ott van a sátán, a vádaskodó, a besúgó, az ellenálló, a támadó, a minket vádoló, a bemocskoló, a szétdobáló, a megosztás szító. Értitek? És Jézus meg azért jön, hogy ezt a munkát lerontsa. Uram, azért imádkozok, hogy egyek legyenek. Egység legyen közöttük. Tudják meg, mi az az igazi szeretet. És tudják elhordozni a másikat, akkor is, hogyha nehézségben van, vagy butaságot, baromságot követett el a másik. Akkor is bennük az ő hűségük, az ő szövetségük ne inogjon meg. És ha van egy hívő fél a párkapcsolatban, vagy a baráti kapcsolatban, és az Istentől merít erőt és lehetőséget arra, hogy kapjon erőt, hogy elhordozza a másiknak a hibáját, a bűnét, akkor van esély még ennek a kapcsolatnak, hogy megmeneküljön.
Mi olyan bűnösök voltunk az Isten való kapcsolatunkba, olyan messzire kerültünk Istentől, hogy mi magunktól soha nem találtunk volna vissza. És gondolj bele, Isten nem azt mondta, hogy tessék, hát szajha lett a feleségem. Hát mindenkivel lefekszik, mindent csinál, csak velem nem foglalkozik. Érted? Minden bálványhoz oda megy, minden feszületet csókolgat, minden egyházi hagyomány megtart, csak pont engem hagy ki az egészből. Mindennel megcsal, fűvel, fával, mindennel. De én akkor is, ha én hűséget fogadtam, én hűséges maradok, mert én önmagamat nem hazudtam meg, azt mondja Isten. De ha mi megtagadjuk őt, akkor vegyük tudomásul, hogy ez a kapcsolat nem fog tudni helyreállni. De hogyha észreveszünk, hogy ő hívogat, megint keres bennünket, hogy legyünk egységbe, vele és egymással, akkor van esély megváltozni. De Jézus Krisztus nélkül nincs egység. Jézus, ha nem imádkozik, Jézus, ha nem jár közben értünk, Jézus, ha nincs ott az életünkben, akkor nincs életünk. Értitek? Akkor meghaltunk. Akkor Istenhez oda se tudunk menni, oda se tudunk állni. De semmi más nem lesz, csak az ítéletnek valami félelmetes várása. És majd ki fogja ránk szabni Isten jogosan a büntetést. Jézus ezért imádkozik. Uram, segíts nekik, nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Uram, hagyd legyenek egyek, hogy én te benned, te én bennem, hagyd legyenek ők is mi bennünk. Hadd lehessek én is bennük, akinek ott vagyok a szívébe, az megtapasztalja, milyen az, hogy van egy mennyei édesapja. Egy mennyei család részese, vannak testvérei. Mit jelent ez valójában? Nem átvitt értelemben, nem csak néhány szentnek, hanem valóságképpen minden hívőnek megadatott. Ó, te jó! Egységbe lehetek Istennel, ne Isten leszámolt a bűneimmel. Isten külön választott engem a bűntől, és azt mondta, hogy én nem az a bűnös ember vagyok. Én egy ember vagyok, és a bűnömmel leszámol, és szabad az út. És hozzá mehetek, és oda mehetek. Hagyj hozzak egy nagyon buta hasonlatot, nagyon-nagyon buta hasonlat lesz, ne haragudjatok ezért. Van, hogy Marci eszik valamit, és tiszta koszos a keze. Általában kezét használja legtöbbször mindenféle evésre, burgonyapüré tettünk tegnap, tiszta olyan volt az egész keze, akkor ezt is megfogja kézzel, azt is megfogja kézzel, a húst is, tiszta zsír, olaj, minden, érted? És utána jön ide hozzám, hogy vegyem föl. És azt szoktam csinálni, hogyha tehetem, hogy megfogom, elviszem a fürdőszobába, megmosom a kezét, megmosom a száját, és fölveszem. Tehát értitek? Ez mondom, nagyon buta hasonlat, de Isten is ugyanezt akarja, hogy ott vagyunk bűnösen, mocskos kézzel, mocskos szájjal, mocskos szívvel, érted? És itt azt mondja, hogy na gyere, akkor meg kéne mossalak, meg kell tisztítsalak a lelkiismeretedet is, a lelkedet is, a gondolataidat is, a múltadat is, meg kéne tisztítani. Gyere, gyere ide Jézus Krisztushoz. Ez nem szappan, ez Jézus Krisztusnak a vére, ami képes a bűnöket lemosni, elégtételt szerezni Istennek, engesztelést szerezni, jogos büntetésre, haragra. Jézusnak ez neked halnia. Értetek? Ja, azért, hogy neked ne kelljen. És megmos Isten, és megtapasztalod azt, hogy akik pedig befogadják Jézus Krisztust, és elfogadják hitáltal az ő áldozatán, azok Isten gyermekei lesznek. Mindazok, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem testből, sem akarásból, sem emberi indulatból, hanem Istentől születtek. Mondja János az ő evangélium első fejezetében, 12-es és 13-as versben. Mert mi megismertük ezt a szeretetet, ezt mondja a levelében. Azért írom ezt, mert mi megismertük, hogy így szeretett minket Isten. És tudod, ott hagytuk a hálót, hogy halakat fogjunk, és inkább emberhalászok lettünk, hogy az embereket halásszuk ki a bűnnek a mocsarából, ebből a fertőzött tengerből, és segítsünk nekik. 9 éve indult ez a gyülekezet. 6-an voltunk, abból 3-an itt ismerték meg az Úr Jézust az egyetemi évek alatt. Itt döntöttek mellette. Érted? Mondhatjuk úgy, hogy 3 emberrel Isten elindította, utána adott másik 3-at lettünk 6-an. Most meg itt van. Miért van ez a gyülekezet? Önmagunknak élünk. Jaj, de jó, nagyon szeretjük egymást. Nem, Jézus ezért imádkozott. Atyám, hogy az én dicsőségemre legyenek. Mutasd meg nekik a dicsőségedet. És hagyd legyenek ők is ezért. Értitek, hogy mások megismerhessék Jézus Krisztust.
Másoknak helyreálljon az élete. Ettől nekem nem lesz kevesebb. Sőt, az örömöm nekem is még több lesz. Szóval Jézus is ezért imádkozott. Attól, hogy van egy kis fiunk, nem szegényebb lett az életünk, hanem gazdagabb. Attól, hogy van egy új megtérünk gyülekezetbe, nem szétaprózódik a figyelmünk, nem megoszlik a figyelem, a szeretet, hanem még nagyobb lesz az öröm. Még nagyobb lesz az, még nagyobb a hatékonyságunk. Jé, van egy új testünk, halleluja, de jó. Ugye? De sátánnak ez is célja, tehát, hogy ne engedje, szétdobáljon, megosztás legyen. Ne akarj ebbe lenni. Távolodj el, mert az ordítóra szán, hogy könnyebben kiragad. Érted? Most nem negatív értem, nem a csorda szellemről beszélek, hogy mennyire a butaságba, nem erről, hanem az, amikor egy közösségnek a része vagy, egy családnak a része vagy, egy baráti körnek a része vagy, és kiránt onnan. Ma, ha hallod ezeket a figyelmeztető szavakat, és ilyenbe vagy, akkor Isten tud meg, hogy Isten adott neked egy esélyt. Nem véletlen, hogy itt vagyunk ma Isten tiszteleten. Biztos vagyok benne. Nem általános szövegnek, tudjátok, ezt nem szoktam minden héten elmondani. Nem véletlen. Tehát Isten tényleg azért akarta, hogy ma itt legyél, meg én is itt legyek, hogy ezt gondoljuk meg. Ha még nem követted el, akkor ne tedd meg. Gyere Jézushoz. Ha nagyon-nagyon benned van már a kísértés, már állandósult a gondolataidba, már a vágyaidat, az álmaidat egy részét leuralja, akkor gyere Jézus Krisztushoz, és kérd őt, hogy szabadítson meg ettől, és bocsásson meg. Ha meg elkövetted, akkor meg van kegyelem, lehet bocsátot kérni, fogadd el Jézus Krisztusnak az áldozatát, amit értetted, és kérd meg őt, hogy teljes valósággal legyen jelen az életedbe, hogy ő változtasson meg téged. Ne a saját erőd, energiád, érted, ne egy bábeli tornyot építsél emberi erőlködésből, az önmegváltás, az önmagunk jobbátételének illúziójával, hanem valóság legyen az, amit Jézus imádkozott, hogy megtapasztald azt, hogy igen, tényleg, értem is imádkozott, értem is megtette, tényleg föltámadt és él, tényleg most is képes itt lenni az életemben. A sátán kísért, a sátán bemocskol, a sátán tönkre akar tenni, le akar foglalni. Sok sürgős dologgal, de egyik se fontos igazán. Hogy pont a lényegi, a fontos dolgokra ne legyen időd. Pörögjél túl. Talán tapasztaltátok már ezt? Milyen érzés túl pörögni? Annyi feladat van, azt se tudod, hogy hova kezdjél, hova kapjál bele? És általában egy ilyen után mi szokott jönni? Vagy egy totális feladás, hogy nem érdekel, vagy kifáradok, vagy lebetegszem, vagy föladom, értitek? Vagy csinálom, mert muszáj, de olyan kiégve üresen. Hát Istennek nem ez a terve. Akkor újuljunk meg, jöjjünk hozzá. Ez az egység. Egység Jézusban, vele és Istennel. És hogy fejezzem be egy másik résszel a Bibliából. Nagyon tanulságos lesz az Efézusiakhoz írott levél első fejezete. Innen a első verstől majd a 14. versig olvasom. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hogy kezdődik ez a levél? Az, hogy én tudom, ki vagyok. Pál Isten akaratából, Isten tervéből, Isten álmaiból. Apostol, aki nem így kezdtem, de már az vagyok, Isten kegyelméből. Pál Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, Jézus Krisztus követe. Én követem őt, ha kell, megkövetem őt a bűneim miatt, és megyek követségbe, és járok, és megvégzem a békéltetés szolgálatát, hogy Istennel beszélő viszonyban legyenek az emberek, hogy megtapasztalva a bűnbocsánatot egymással is helyre a kapcsolat. Kiknek írom? Hát az Efézusban élő szenteknek, és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kiknek? Hát nektek, kedves gyülekezet, akik szentek vagytok, mert a Szent hívott el benneteket, hogy külön válasszon valamitől. Az eklézsia részei vagyunk, a kihívottak közösségeket, Isten a bűnből kihívott magának egy szent életre, megtapasztalni az ő jelenlétét az életünkbe. A szent élet az nem ilyen unalmas dolog. Jó, tök unalom, nem csinálhatok semmit, én már szent vagyok. Egész nap így kell szobrozzak, különben fejemet is olyan szögbe kell tartsam, mert a glória leesik a fejemről.
Ugye? Nem ez. Az egy olyan izgalmas élet, ahol Isten jelenléte ott van, betölt áldással és élettel. Hó-hó! És az áldás, kedvesem, az energizál, az úgy föltölt, az tud, úgy bírom a kisfiamat, amikor csinálunk valamit, és látja, hogy mit akkor így topog. Nem tudja, hogy valami jó fog történni. Na, ilyen Isten jelenléte. Jön az Isten jelenléte. Jön az Isten dicsősége. Fel fog tölteni. Mi fog történni? És ver a szívem. Úgy ver a szívem, mint amikor szerelmet vallottam a feleségemnek. Úgy ver a szívem, mint amikor egy nagyon komoly döntést meghoztam, és visszaigazolódott, hogy jó döntés volt, értitek? Ó, megint. Olyan jó érzés ezeket átélni. Fölmegy az adrenalin. Ó, Uram, ilyen jó veled? Ó, akkor megyünk. Kik vagyunk mi? Szentek. És a Krisztus Jézusban hívők. Krisztus Jézus és nem Jézus Krisztus van ideírva. Tehát itt mindig a megdicsült Krisztusról van szó. A felkent, a felhatalmazott, az erővel bíró szabadító. Az erővel bíró szabadítóban hiszünk, hozzá tartozunk, benne vagyunk. Nem egy nyeszlet figurába hiszünk, aki ott van a feszületen és a kereszten, aki meg van feszítve és erőtlen. Nem a kis Jézuskába hiszünk, sőt, nem is alacsonyítanám le soha, hogy Jézuskázzam őt. Érted? Hanem nekem ő a megváltóm és az Uram. A mindeneknek a királya, akihez én hozzátartozom, aki azt mondta rólam, hogy barátja vagyok. Mert azt mondta, hogy egy igaz barát életét adja a társaiért, és odaadta értem is. Tehát ő a barátjának tekint. A mindenség ura azt mondja, hogy barátok lehetünk. Ó, Krisztus Jézusban hívőknek. Mit kívánok? Kegyelem nektek. Tapasztaljátok meg Isten helyreállító jelenlétét. Isten bűntől megőrző jelenlétét. Azt az erőt, ami Isten ad szeretetből, örömből, ami benned is örömöt és szeretetet okoz. És békesség Istentől. Hogy végre legyen egység, beszélő viszony Istennel és másokkal. Kitől? Hát a mi atyánktól. Van egy édesapánk, hozzá tartozunk a családjához. És az Úr Jézus Krisztustól, aki uralkodik. És aki tényleg vezet engem, és elszámol felé. És eleget teszek az ő elhívásának, kérésének. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki megáldott minket a mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Ó, halleluja! Minden szellemi áldással. Tudod, mit jelent? Azt, hogy minden szellemi áldás. Az azt jelenti, megnéztem a szótárban, minden, azt jelenti, minden. Szerjezzétek, húzzátok alá, írjátok oda, bölcsesség, ezt majd szabadalmaztatom, hogy minden, azt jelenti minden. Fú, ezt én mondtam. Na, minden olyan dologgal Isten ellát bennünket, elénk tárja, ami ahhoz kell, hogy szellemileg, lelkileg életünk legyen. Növekedni tudjunk, meg tudjunk maradni, meggyökerezni benne, ugye? Erről volt szó múlt héten. Meggyökerezni, épülni, növekedni, és gyümölcsöket teremni, hálát adni, sőt, már mások is hálát adjanak azért, ahogy mi élünk. Yeah. Mert ő benne, Jézusban kiválasztott minket magának Isten, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tehát miről szól a Biblia? Arról, hogy Isten, azt hiszitek, Isten nem látta előre, hogy az ember esendő lesz és elbukhat, amikor megajándékozsz a szabad akarattal, de... De azt mondja, hogy ha ilyen is lesz, semmi baj, mert Jézus Krisztus el fog jönni, és helyre fog állítani mindent. Helyreállítja az egységet és a békességet, a beszélő viszonyt. Tehát Isten ránézve, Krisztusra nézve, ő benne vállalt minket, hogy szülessünk meg nyugodtan, és ő benne képes helyreállítani, hogy szentek, Isten számára, elválasztottak, vele együtt élők, és fedhetetlenek, hibátlanok, tökéletesek legyünk. Nem azért, mert mi azok vagyunk, hanem mert Jézus az volt. És a kereszten egy helycsere történt. Jézus helyembe lépett, és Isten pedig engem tett Jézus helyébe. Tökéletes, szent, fedhetetlen személyként lát engem, mert Jézus Krisztus látja rajtam az ő vérét. Az ő életét, az ő szentségét. Hát ez a kereszténység, barátaim. Hogy így, Isten így fogad el bennünket, így lát. Fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Mi ez a szeretet? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na ez az a szeretet, és nem az, hogy mi szeretünk,
Mert ő előbb szeretett minket. Ő mában megmutatta szeretetét irántunk, hogy amikor mi méltatlanok, mi bűnösök voltunk, mi Krisztus ellenségei voltunk, ő már akkor meghalt értünk. Érted? Amikor a leggonoszabb voltál, Isten akkor megmutatta a szeretetét. Akkor hogy ne szeretne most, amikor közeledsz hozzá? Hogy ne segítene rendezni az életedet? Hogy ne segítene egységbe kerülni vele és másokkal? Miért ne tudnál megoldani? Szerinted nem szeretne áldást és életet küldeni az életedbe? Gyülekezetünkbe? Családodba? Csak barátom, lehet, hogy pont te vagy a legnagyobb gátja annak, hogy küldhesse. Lehet, hogy rendezni kéne az életünket Krisztussal. Bekerülni az ő szeretetébe. Előle el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, bocslányok, fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Látjátok, ez volt Isten terve, hogy Jézus Krisztusban gyermekévé fogad bennünket, fiává fogad bennünket, ahogy Jézus is a fia, úgy mi is megkapjuk ezt a fiúságot, értitek? Jézus Krisztus által, csak ő általa, akarata és tetszése szerint. Mert Isten ezt akarta, és nem csak azt írja a Biblia, hogy akarata szerint. Hát eldöntöttem, most már, hogyha egyszer így döntöttem, hát mindegy, na, csináljuk akkor végig. Jó, egyszer hűséget fogadtam, tönkrement a kapcsolat, nem baj, akkor tartsuk fenn a formát. És lesz egy kiüresedett házasság, egy kiüresedett, formális, ismerősi, baráti kapcsolat. De tartalom nincs benne. Azt mondja, Isten, nem. Nem erről szól. Látjátok? Neki nem csak ez volt az akarata, hanem még tetszik is neki. Tetszése szerint az az önmagát beleadja, kedvételi benne, sőt, segít is, hogy ez legyen. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ajándékképpen kaptuk. És ezért hálát adunk, és kialakul a kapcsolat. Isten adja, és mi hálások vagyunk érte. Isten mindenkinek adja ezt az ajándékot, de nem mindenki fogadja el. Tudjátok? Nem tudsz abban mit kezdeni, amikor te mennél oda, helyre akarnál állítani egy kapcsolatot, viszel még ajándékot is, és a másik nem fogadja el. Akkor nem fog helyreállni ez a kapcsolat. Isten felkínálja az ő kegyelmét mindenkinek. Ott adja az ajándékot. Az emberek azt mondják, hogy nem. Vagy jó, elfogadom. Vagy érdekből elfogadom. Na hozzám még egy ajándékot, hozzám megint még egy ajándékot, hozzám még egy ajándékot. Na majd, még, ha hozod, akkor majd úgy látszik, minden rendben lesz. Nincs bennük a hála. Hogy megtisztelve érzik magukat, és aztán, hogy köszönöm. Nekem tényleg erre volt szükségem, hogy meghalljam értem Jézus. Köszönöm Istenem, hogy adtad a Szentírást, hogy vezetsz naponként. Köszönöm, hogy van egy közösség, ahol járhatok. Hány és hány ember vágyna arra, hogy járhasson egy közösségbe, és nem tud. Emlékszem, akkor mondta nekem egyszer valaki, azt mondta, hogy ha egyszer járhatok gyülekezetbe, megadatik, én mindig ott leszek. De volt időszak az életében, amikor ezt nem tudtam megtenni szabadon. Hát adja meg az Úr, hogy ezt meg is tartsa. Hogyha már megfogadta, legalábbis magának. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Isten nem azt kéri a hívőktől, hogy ne gondolkodj, pont azt, hogy fontold meg, legyél bölcs, hozz egy jó döntést, gondold végig. Ne érzelmi felindulásból döntsél. Isten bölcsességgel, értelemmel tette ezt, előre megalapozva az egészet. És így alkotott minket is. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett Jézusban, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ez az egység, amiről ma beszéltem. Nem csak emberi egység, hanem ami a mennyben, és ami a földön van. Isten jelenléte ott lehet az életünkben. Isten jelenlétében élve Jézus Krisztus kegyelmével az életünkben, azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt és új jön létre, valami új született, ugye? Ezzel
megváltozva Jézus jelenlétével, az ő bölcsességével, az ő erejével, az ő kegyelmével. Nincs olyan dolog, ami ne állhatna helyre, ha én beleadom magam. Mert ott van Isten természet fölötti jelenléte, ami számunkra hívők számára természetes. Ő benne lettünk örököseivé is, Isten örököseivé, mivel eleve elrendeltünk erre, annak kifejezett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Dicsőségének magasztalása. Tehát értitek, hogy ez nem egy ilyen szolgai forma, hogy Úram, nagy vagy, szent vagy, hanem ez, hogy megtapasztaltuk az ő hatalmát, erejét, és kiugró, érted, felturbozó, feltöltő energiával tudjuk ezt tenni. Uram, olyan jó! Köszönöm a kegyelmedet. Vagy amikor mélyen összetörve belül, de mégis olyan energiával töltelesz bennünket. Uram, köszönöm a te dicsőségedet. Köszönöm a te jelenlétedet. Köszönöm a te tervedet. Ez egy szuper dolog. Akik előre reménykedünk a Krisztusban. Akik találkoztunk vele, még itt élünk a Földön, térés időközé szorítva, tehát a lelkünkben és a szellemünkben megtapasztaljuk az örökké valóságot, a végtelenséget, az örök életet. Ó, de jó! Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, az igazság beszédét, üdvösségetek, azaz megmenekülésetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tehát itt mit mond ez az utolsó mondat? Ez egy jó mondat. Azt mondja, hogy nézzétek, még nem házasodtunk össze, de eljegyezzük egymást. Eljegyezzük egymást, mert nagyon fontos vagy számomra. Eljegyezzük egymást, mert még meg kéne hívni a sok embert a menyegzőnkre, de hogy kifejezzem azt, hogy én ezt ugyanolyan komolyan gondolom, mint hogyha házasok lennénk, ez az eljegyzés. Az eljegyzés az régen szinte egyenértékű volt a házassággal, a szexuális életet nem éltek, ugye csak házasságban. Ilyen komoly volt. Értitek? Én eljegyezlek. Veled vagyok, hagylása mindenki. Hozzátartozom, te hozzám tartozol, mi egyek vagyunk. Csak még várunk egy kicsit, hogy teljes legyen az ünneplő sokaság. Ugye? Eljegyzett minket, akivel? Hogy önmagát adta nekünk Isten. Az ő jelenlétét, az ő szent lelkét, az ő szent szellemét. Hogy benne legyen az életünkben, a szellemünkben, a szívünkben, és itt legyen jelen, szóval örökségünk zálogával. Amikor zálogba tesznek valamit, vagy úgy mondom, hogy ügyvédi letétbe, hogy ha majd 18 éves leszel, vagy ha majd ezek a feltételek meglesznek, akkor mindent örökölhetsz, és minden a tied. De hogy lásd, hogy ez komoly, addig kapsz egy előleget. A többi meg ott van letétbe, és hogy biztos legyél afelől, hogy ez tied lesz, már most kaptál valamit belőle. Kaptál egy kis zálogot, egy kis előleget. A zálog az a biztosítéka felől, hogy valaki, amit megígért, a teljes ígéretét meg fogja tartani. Aki hiteles ember, és mondott valamit, az meg fogja tartani a szavát. Tehát ez jelenti a mi örökségünk zálogában, amit örökölni fogunk. Annak már az előjelét, az előszélét egy kicsi ízt kapunk az egészből. Hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hogy kiváltson bennünket a bűnből, az elrontott életből. Hogy azt mondhassa, hogy az övéi vagyunk, mert megvásárol bennünket. Kivásárol a bűnből, az elrontott életből, és kifizeti értünk azt az árat, amit nem tudunk mi kifizetni a saját életünkért. Olyan drága az ember életnek az értéke, hogy ezt nem lehet megfizetni. Nincs elég időnk a földön, hogy dolgozzunk érte, elég jót cselekedjünk, hogy legyen annyi pénzünk. Ha az egész családunk azon munkálkodna, hogy egyetlen egy családtagot megváltson, egyetlen egy családtagnak az életét megmentse, nem tudnánk megtenni. Ezért jött Jézus Krisztus, hogy ő megtegye ezt helyettünk. Amit nem tudunk, azt Isten teszi meg. Amit meg tudunk, azt viszont ránk bízza. Elfogadjuk-e, vagy elutasítjuk? Hálát adunk ezért az ajándékért, vagy nem? Gondolkozzunk el ezen. Vajon Isten miért üzente ma nekünk ezt, hogy egység? Miért üzente azt, hogy ez az egység elsősorban Jézus Krisztus által valósulhat meg? Miért üzeni azt, hogy erre az egységre nagyon figyelnünk kell, mert a szétdobáló, a sátán azért azt akar, hogy tönkre menjünk? Embergyilkos volt kezdettől fogva, hazugság atya. Ezt olvasok róla. Érted?
Vajon miért? Mert Isten áldást és életet szeretne adni. A párkapcsolatunkba, a családunkba. Ez lehet, hogy ez szó szerint így veszi Isten. Hogy megnyitni az anya méhet, vagy bármi egyebet és életet adjon. Értitek? Isten látja, hogy ki miért imádkozik, mennyit imádkozik, és kész lenne megáldani, kész lenne feltölteni a jelenlétével, az élettel, ha odafigyelünk rá. Ha Jézus Krisztuson átközeledünk hozzá, és egységben vagyunk Jézussal. És keresjük az egységet egymás között. Tovább menve a családba, a családtagokkal, rendezni ezeket a dolgokat, amiket kell. Helyreállítani a beszélő viszonyt. Megbocsátani. Kilépni ezekből. Barátságokból odafigyelni egymásra. Hogy bajtársak legyünk, hogy barátok legyünk, érted? Hogy a nyomorúságban szinte testvérekké váljunk. Hogy számíthat rám a másik. Hogy ugyanilyen legyen a gyülekezeti közösségünk, a család, itt az Isten családja, hogy ezt éljük meg, hogy tényleg hittestvérek vagyunk, hogy így lehet egymásra számítani, hogy így segítjük egymást. Értitek ezt? Isten szeretne áldást és életet küldeni. Szeretne ott lenni. Istennek tetszik az ilyen, az egység. Olyan jó az az egység. Istennek tetsző. Istennek ez az akarata. Isten szeret olyan helyen lenni, amit ő szeret. Értitek? Amiben ő gyönyörködik. Hát itt nem ilyen vagy, hogy Isten képére vagyunk teremtve. Ami kellemes érzés. Egy nagyon szép hely. Nincs olyan érzésed, hogy olyan jó itt lenni? És nem egyből az a második gondolat, hogy de jó lenne, ha ő is itt tudna lenni, és látná ezt az egészet. Oj, olyan szép a naplemente. Oj, láttam a hullócsavot, de jó lett volna, ő is itt van, és látja ezt az egészet. Ó, ezt átéltem, olyan jó lenne, na hazamegyek, gyorsan elmesélem, vagy még hazasérek, már telefonon hívom. Mert meg akarom osztani, mert az egységre törekszem, mert nekem az élet kell, mert nekem Isten áldása kell, és tudom, hogy ha Isten jelenléte ott van, Istennek az tetsző, az föltölt, az reményt ad, az erőt ad, az újrakezdésre sarkal. Érted? Ott van lehetőség az életre. Gondolkodjunk el ezen. És nagyon kérlek benneteket, hogy azon gondolkodjunk, hogy vajon Isten ma ezt miért mondta.